A korábbi 18-ról 5%-ra csökkent január 1-ével a hosszan eltartható és az ultramagas hőmérsékleten kezelt tejek áfája. Ezzel azonos adókörbe kerültek a friss és nyers tejjel. Az intézkedés két fő oka közül az egyik a fogyasztási szokásokban rejlik. Az emberek az életmódjuk miatt kényelmesebbé váltak, és jobban szeretik, hogyha egy hétig el lehet tartani a tejet mondjuk a hűtőbe, vagy a kocsiba se lesz semmi baj, hogyha órákat ott van a kocsiba, tehát emiatt egyre inkább ebbe az irányba megy a fogyasztás. A boltokban megvásárolt tejek fele tehát úgynevezett ESL vagy UHT tej. Azonban épp ezek azok a fajták, amelyek külföldről behozva visszaélésekre adtak módot. A 18%-os áfa miatt megvolt a lehetőség annak, hogy áfa csalt UHT tejek bekerüljenek az országba, és a gazdaság fejlítését is szolgálja ez az egész dolog. Egyébként mi termelők, mi minden olyan dolognak örülünk, ami abba az irányba hat, hogy ne jöjjön be külföldről tej, meg ilyen különböző manipulációkkal ne kerüljön a piacra, hiszen akkor a magyar tejnek nagyobb lesz a piaci lehetősége. A fogyasztói árakon egyelőre nem mindenhol érezhető a változás, de a boltok többsége azt ígéri, hogy az áfa csökkentés miatt olcsóbban adja majd a tejet.